You okay? It's like you froze for a second. Yeah, it's fine. Ja, egy pillanatra lefagytunk, mert hogy mentettünk. Jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok! Szóval akkor most ott tartottunk, hogy Máriával ugye megyünk szépen kapu irányt. Ezt jól meg azt mondtam. Szóval akkor nyissuk ki szépen. Ha minden igaz, akkor nem sokára megint bele fogunk futni Eddie-be. Gate key, tökéletes. Nem tudom, milyen kulcsok ezek, ahol elpárolog a lakat, na mindegy. És akkor azt mondja, hogy na, csak erre lefele. Na de merre lefele? Nézzük csak. Itt is föl tudok fedezni dolgokat, mint ahogy előtte? Vagy sem? Lőszer biztos, hogy találok. Nézzük csak, mi van még itt. Autó. Nem áll! Milyen üveg ez? Oké, erre bukta. Rendben van. Én ezt megértem. Nem. Azt mondja, hogy veled semmi sincsen biztonságban, mert egy állat vagyok, te, mert egy állat vagyok azért. Ja, ez valakinek a háza. Nem. Igazából itt nem tudom, mi történne, nem is érdekel. Nem tudok bemenni, banyek! Pedig úgy akartam volna, francba. Más bejárat nincs. Ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho, mi volt az? Esküszöm, hogy valamit ott jelzett, nem? Vagy csak én tévedtem, és ezt láttam a... Nézzük csak. Ja, nem, valamit ott néz. Nem, tévedtem. Nem áll bakke, hogy sehol nem tudok bemenni. Arról a téletben már. Komolyan? Itt se? Jaj, francba. Francba. Pedig. Pedig úgy szerettem volna. Jó, ez van. Kicsikét rá feltöltöttük a készleteinket. És... Itt, ezen se? Nem. Hiába tették bele igazából, hogyha egyáltalán nem lehet bemenni. Na de itt igazából mit kéne nézni? Jó, mindegy. Szevasz! Azt mondja, hogy Nézzük csak. Baldwin Manson. Itt sem tudok bemenni Baldwinékhoz? Nem. Itt is le van zárva. Terelget a játék, azt hittem, hogy megint kinyílt egy ilyen szép nagy terület. A szép lett volna a készíték részéről, de sajnos nem. Sajnos nem. Cat Street, mi van a Blue Creek Apartment? Onnan jöttem ki elvileg, nem? Tehát, ha én most itt elmegyek balra, akkor elvileg ott jöttem végig. Ha igaz. So, James. Ja, csak a másik oldalán. Három év hosszú idő, bizony. I love her. Oh, then. Ez a legegyszerűbb. Lucky her. What's that supposed to mean? Nothing. Like I said, 3 years is a long time. Csak nem szeretnél mondani valamit? Mondjad. Oké, nem. Valami autót azt hallok, de... Nem tudom, mi az. Innen jön bentről. Szóval fasza. Ott nem tudok bejutni. Ó, mi lesz itt már megint? Strange. This should not be here. It is. So, what now? Now we look for another way. Come on.
persze, meg elhagytam a botomat. Be tudtak jönni? Nem tudtak? Nem tudnak, oké. Okay. Szevasz, te pénisz, látlak, 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 nem menekülsz? Gyere, gyere, te ródik. Hol vagy? Az anyádat, szevasz! Ott, mit csoszogsz már? Oké, okay, hányan vannak még? Szevasz? Teszteljük az új vasunkat, jó? Okés. Másik eltűnt? Hova ment? Most akkor nem tudom merre. Tehát ott le van zárva, mert ugye onnan jöttünk. Itt elvileg nincsen semmi, ugye? Van némi lőszer. Nem tudom, nem tudom, nem tudom merre fele lehetne menni, de... Mindegy, át akarok nézni mindent, szóval kizárásos alapon akkor megyünk tovább. Köszike! Oké. Okay. Ha már van lőszer, használjuk ki, jó? Jó, nem? Oké. Okay. Ez jó ez a rész, ez jót tett neki. Hol a frázba vagyok? Itt vagyok, szevasz, te kezes lábas pénisz arcú rohadék. Baszódjál már meg! Nem, nem. Rossz lábas. Most merre fele vagyok? Most szerintem visszajövök egyszerűen azért, mert nem tudom, hogy a másik oldalon ott az egy ilyen zsákutca volt, vagy vissza tudok menni. Ha vissza tudok menni, akkor az tök jó, mert akkor a másik oldalról a sarokra meg tudom nézni, hogy mi van ott. Jó. Közben ezért gyorsan megnézem itt a dolgaimat, azt mondja, hogy medical része. Három darab szirincsem van. Ami mondjuk nem jó, hogyha... Te vasz! Jó, ez hatékony volt, oké. Okay. Három, elég neki, úgy látszik. Gyerünk, kapd el, kapd el, kapd el, kapd el, kapd el! Csat! Okés. Határozottan hatékony vagyok, azt kell mondjam. És ja, ott jöttem ki a végébe, tök jó. Ebben a ficakban mi van? Vagy ez csak egy házikó? Ez házikó. Nem látom, hol vannak. Szevasz! Szevasz! Nem mész sehova. Buktad, te pöcs. Szóval végig megyek itt az úton. Jelenleg itt a kettő között is van. Szevasz! Nem áll! Előbb kitértem, mint hogy nekem jöttél volna. Pénisz. Szevasz! Nem tudok bemenni, jól van, mindegy. Bocsi! Ott is van egy. Kanszba már! Egyszerre támadunk ezt. Kurva anyád!
Jó, itt. Ezek itt van egy pár dolog, nem tudom. Itt voltam, nem voltam? Itt nem voltam, bakker. Hol vagyok? Mi az ott? Haven's Night, majd oda kell mennem, de akkor viszont erre majd kicsit később, először vissza. Tudom, sokat mászkálok, de őszintén megmondom, inkább most, mint később. Arra fel is a Haven's Night fele visz? Nem. Majd akkor megyünk arra is, csak itt még nem néztem át mindent. Ott volt egy kertecske, amit még kihagytam. Azt hiszem. Ez meg hova vezet? Bazd meg! Hát te meg mekkorát ugrasz, te pénisz arcukadék! Nehogy már kinyírjon, bazd meg! Nehogy már kinyírjatok, cseszed! Nehogy már, jó édes! Bazd meg már a kurva anyádat, te rohadt tög! Gyűlölöm ezeket a szemétládákat, tényleg mint egy kurva boxoló basszus. A rohadt anyját neki, tényleg. Nem hiszem el, nem hiszem el, hogy... Kicsit túltolták szerintem egyébként ezt. Értem én, hogy kiszámíthatóbbak voltak az ellenfelek régen, és ez azért a feszültségre rápakol, de az, hogy mindenkit ki kell nyírni, basszus, és normál módon is ilyen mocskos módon durva lábunkájuk van, az azért tetű. Az azért tetűhúzás, na mindegy. Jó. Itt sincs semmi, oké, cuccaim meg egyre kevesebb van. Két darab szirincs, oké. Na gyere te fasz! Fazd meg már! Nem hiszem el! Faszom már, na! Na végre! Maradjál már! Nyugton egy kicsit, jó? Mi ütött meg? Ja, hogy ő! Kurva anyádat már! Gyűlölöm ezeket a rohadékokat! Gyűlölöm! Ha. Jó, erre zárva. Jó, legközelebb tudom, hogy semmi értelme nincs erre jönni. Ez meg... Jó. Most akkor elvileg ugyanarra jövök. Itt van a teniszpálya. Aha, ja. A kitérőnek... Hol van? Hallottam valamit. Csezd meg anyádat! Tudod ám, hogy kitigezgessél te? Rohadék. Kényszerzubbonyos tetű. Azt hittem, hogy elég neki, bazd meg, két lövés, meg egy ilyen. Kicsit stresszelek már, bocsánat, hogy sokat káromkodok. Kicsit tele van a faszom ezekkel a rohadékokkal. Dolgokat meg nem kapok. Bazd meg, majdnem rálőttem. A rohadt élet, fú. Na menjünk át akkor itt. Oké. Okay. Hát, remélem, hogy biztonságban vagyunk, meg azt is remélem, hogy legalább némi készletfeltöltést azt kapok.
Ebben a játékban folyamatosan ki vagyok centízve basszus készletileg, tehát egy fegyverrel nem, meg most jelenleg rendkívül sok pisztolylőszerem van, de hogy élettöltőm az szinte egy deka se, az is biztos. Az is biztos. Nem, sehol semmi, francba. Az ott fehér valami, vagy rosszul láttam? Rosszul láttam. Fú, ez a szakasz, oké. Okay. Mondjuk szemét, mert most már tudom igazából, hogy totálisan fölösleges végigmenni az összes úton. El kell futni mellettük. Na, okés. Semmit nem látok, csak van valami fény ott, na mindegy. Nekem meg van zseblámpám. Na. Oké, hátsó bejáratot használjuk. Köszönjük, kedves Mária. Ja. Okés, okés, okés. És itt mi van? Aha. 12. Jó. Hogy miért tart valami stripper egyébként itt magával? Izét. Pisztoly nélkül, pisztolylőszert, azt nem tudom. Maria? Hello? Mi a tökön van már megint, gyerekek? Nehogy bár ide is bejöttek, azért legyen már egy kis nyugim, egy nagyon pici. Vagy kapok egy öltáncot, ez a két opció van, nem tudom. Azaz, köszönöm. Köszönöm. Le tudom verni? Nem, francba, pedig megpróbáltam. Na, itt mi az Isten van már megint? Én vagyok a színpadon? Nem. Komolyan nem tud bemenni James a függönytől? Nem áll, bakker. Arra a téletbe. Jó. Hoppácska, mi van itt? Maria? What? Oh, come on, don't give me that look. I was just kidding. What is this? Is this a special place you met? Don't be silly. Just have to go through and out the front. Then again, now that we're here, can't we stay just for a little while? Catch our breath before we head back out there? I don't have time to take a break. Mary could be out there, waiting for me. I know. It's just this place, this whole thing, it's like a nightmare. I just wanted to get away from it, even for a second. I'm sorry. No, it's fine. Sorry, I didn't mean to.
I guess this place is getting to me too. Am I crazy? You know, for thinking she could be here. Crazy is one word for it, I guess. I can think of another. What's that? Hopeful. Well, that's a nicer way of putting it. Here. What are you doing? Something to take the edge off. No? You sure? Fine. Be that way. Here's two. To hope I'm dying. We should probably get going. Fine. Ready when you are. Na ez a közjáték nem volt benne eredetileg. Gyorsan átnézem, hogy a vendégek hagytak-e itt bármi használhatót. Nem, nem. Mi volt ott? Ja, aha, az micsoda. Nővérke ruha, némi kis elővetítés, ugye? Jó. Fordul. Föl tudok menni a színpadra, nem? Nem tudok fölmenni a színpadra, francba. Ott is egy mentési pont, de igazából nem olyan régen volt checkpoint, szóval nem érdekel. Ide bent van. Aha, azaz. Az mi? The fifth river. Oké. Okay. Az ötödik folyó. A fények azok rohadt jól néznek ki ebben. Toluca Light. Valami ilyesmi. Sör, gondolom. De, föl tudok menni, nézzük meg milyen innen. Mi van itt? Haven's Night, november 22-e. Kicsit szarul néz ki a poszter, de nem baj. Én tudok strippelni, nem? Kapok érte valamit, ha kijövök ide? You gonna dance for me, big guy? Tudtam! I'd pay to see that. Jó, oké. Okay. Jaj, nem tudok lemenni, jól, akkor visszafele. Oké. Okay. Forduljál már! Oszlop a legújabb ellenségem, jó? Szóval, hol vagy leányzó? Ott vagy. Oké, menjünk. Let me know when you want to move on. Menjünk. Let's go. All right then. Jó. Come on. Azt még megnézem, hogy az lámpa vagy fölszedhető. Ah, mi van itt? Jó. Ja, itt már voltam, bakken, nővéke ruha, kranc. Menjél már, menjél, oké, okay, köszi. Hú. Biztos vagyok benne egyébként, hogy nehezebb fokozaton le kell kapcsolni a lámpát, hogy ne találjanak rám ezek a szemétládák és ne gyilkoljanak le. Hát igen, azt mondja, később visszajöhetünk ám, hogyha szeretnélek kicsikét kifújni magadat. Kancba. Most miért jöttél vissza? Mehetünk. Jó. Again. Igen! Igen! Ne szóljál be! Ez, hogy megint! Jó.
Rávileg itt van egy zsákutca, ugye? Ha jól sejtem, jobbra. Ja. Okay, it's not far now. De akkor jól fele jövünk, oké. Ah, ott van hátul. Ja. Szóval már nincsen messze, akkor erre fele kell jönni? Vagy nem? Nézzük csak. Again. Nyugodjál már meg már. Na. Nem tudom, hogy valaki egyébként megpróbálta visszamenni már, amikor volt neki fegyvere, megpróbálta valaki visszamenni esetleg az autóhoz. Nem spoiler ezek, megnézni, hogy van-e valami a hátsó ülésen vagy a csomagtartóban. Tehát elvileg abba az irányba fogok tudni tovább menni, szóval megnézem a másik irányt is. Föl kell fedezni kicsikét a várost, jó? Tehát muszáj, hogyha már ennyire kinyílt az egész terep, akkor egy kicsikét muszáj. Kis fiszempasszom, sikátorok, egyebek, biztos, hogy itt lesz valami érdeket. Hagyjálatot! Jézusom! Tereptárnak néztem. Nem számítottam rá, semmit nem jelzett, ez csak, hogy halál nyugodtan csillel, basszus, így a sarokba. A kurva anyját. Vazeg! Jól van, bassza meg, csak meg kell innom egyet. El is fogyott, kiváló. Már nekem körbe kell néznem, faszom. Na. És hogyha itt lemegyek, akkor ott pedig tudok menni balra, vagy ott le van zárva az út. Be tudom zúzni? Nem. Igen, újra, nyugodjál már meg már. Ja, itt semmi, na de a másik irányba. Hú, de a frászt hozta rám, bassza meg. A rohadt életbe. Nem. Akkor csak arra tudunk menni, nem baj. Kövesd az utat, jó? Kövesd az utat. Ez a legfontosabb szabály. Eddig csak megszívattam saját magamat, hogyha letértem. Na mindegy. Szóval akkor elvileg... Jó sok lőszerem van, de nem tudom használni, hogyha nyakamba ugranak. Jó, elvileg ott le van zárva minden, ugye? Ja. Meg ne kérdezd, meg ne kérdezd! I'm actually getting used to you smashing stuff up. Örülök neki. Akkor nézzük, hogy van-e itt bármi a túloldalon, amit föl tudok szedni. Look, we're on the other side of that chasm. Ez így van. Azért akartam idejönni, hogy van-e itt valami érdekesség. Hey, at least we're here. Here mean where exactly? Ja, jogos kérdés. You'll find out. Ó, cseszed, kórház jön. Francba. Miért felejtettem el? Vagy nem. És most hol vagyok? Konkrétan? Moonlight Grove. Akkor nem ott. Vissza tudok menni? Azt hittem, hogy kórházban már. Francba vissza meg nem enged menni. Lehet, hogy nem kellett volna még ide jönnöm. Na mindegy. Oké. Okay. Na mit nézzünk meg? Thank you.
Who is she? There's a story told around these parts. Kind of a local legend. It tells of a woman who was cast out. Sentenced to die on an island out on the lake. There was a man in town who fell madly in love with her. And every night, he would sneak out, row across the lake, bringing her food and company. And every night, she would stand there on the shore, holding a lit candle to help him find his way. But this one night, a terrible storm broke out, caught him out in the open, and it blew out the candle. Even in darkness, the man would not give up. He would not turn back. So he fought against the raging waters until finally the lake took him. They say even then, the woman never lost hope. She kept coming out at night, kept lighting the candle to bring her beloved home, to lead him to shore. Not sure how much truth there is to it. It's probably just a fairy tale. But she's become something of a local saint, patron of undying love. Hence this place. She's not here. What? She's not here. And why would she be? I don't even remember this place. This was a mistake. I shouldn't have come here. Hey. It's okay. There's plenty of other places to look. We can still... Come on. Ez mi a tökön volt? Ó, elfordított. Van itt valami? Lehet, hogy nem kéne egyedül kolbászolnom, de mindegy. Megint a járatlan út, ugye? De azért hasznos néha. Oké. Még egy gyűjtendő valami. Mondom én, hogy hasznos! Arról a életben, erről van szó. Oké. Jól van, mehetünk. Mari? Nem erre megyünk? Innen jöttünk. Ja, innen jöttünk, akkor fordulunk. Most az önője ez hol van, basszus? Jó. Akkor erre tudunk jönni, és akkor a szobornak a másik oldalán pedig arra ugye el. Elvileg. Itt volt egy pad valahol. Ja. Oké, arra. Rendben van, nézzük meg. Mert nincsen vonzóbb dolog egyébként, mint a ködben egy kurva sikoly. Tényleg. És ez hova tűnt? I think it came from inside the theater. Mhm. Bemegyünk a színházba. Kiváló. Mert ide lent van valami, vagy nincs? A színházban, nem? Hát erre nem tudunk menni, oké? Ablak, nem? Az elállták, basszus már, nem igaz? Miért nem lehet egy ajtón puzzle nélkül bemenni? Egy olyan ajtó... Ó, ez az.
You okay? Yeah. Maybe you better wait here. Okay. Not much of a movie fan anyway. And James? Yeah. Be careful in there. Yeah. Jaj, banyek! Most jön az jelenet? Előtt egy bowling pályán volt Origibe. Jó, legalább azt az egyet tudom, hogy semmi nem fog a nyakamba ugrani. Ott mi volt? Aha! Jó, oké, arra megyünk, kiváló. Ájjájjájjáj, mielőtt még eltart... Nem? Arra hátra tudok... Nem, semmi. Jó. Akkor szekrény, azaz! Hú. Mondom, ezt nagyon remélem, hogy patchelik egyébként, tehát a kamera azért fura néha. Pult meg én nem tudok bemenni. És nem. Oké. Ott sincs semmi, nem, nyente, nyisd a nuku. Be tudom engedni a leányzót, vagy nem? Nem. Pak. Hát akkor kizárásos alapon sok felé nem mehetek. Itt mi van? Na? Ja, már kollektáltam is handgunt? Panyek, oké. Okay. Jó. Arra megyek befele, vagy nem? Hát én már nem tudom, vagy innen jöttem? Nem, itt vagyok. Akkor viszont még nem megyek le, hanem még megnézem ott oldalt is. Itt legalább tudom, hogy nyugi van, és elvileg ott még talán van valami. Nem biztos, de meg kell nézni. Nem. Akkor megyünk mozizni mi is, jó? Vajon mit adnak? Silent Hill első rész? És tényleg jön a második, banyag gyerekek, jön a második, jó? Tehát ez filmben. Érdekes egyébként, hogy már azt tudom, hogy a filmben, az új Silent Hill filmben ugyanaz adja Laura hangját, mint itt a játékban, jó? Tehát ez egy érdekesség. To it yet. Huh. At least you got your appetite back. Are you alone here, Eddie? No. Well, that's probably just Laura messing around. The little girl? Laura, is that her name? That's what she said. I'm gonna go look for her. You coming? Now you want me to come with you? Never mind. Oké! Okay. Ez kicsit máshogy játszódott le, de mindegy. Huh.
Nem. Itt van a kijárat, oké? Okay? És akkor én merre megyek? Kifele? Remélem basszus, a moziban nem lesz senki, vagy semmilyen dög. Tökön már komolyan. Kicsi nyugi, de kicsi, csak egy picit hadd élvezzem, hogy milyen szép az egész, és jól össze van rakva, egy kicsikét. Icipicit, csak egy szusz, valami. Na. Nem. Nem. Majd mindjárt nézzük, hogy mi van itt. Tudunk filmet nézni, vagy nem? Egy ilyen helyre úgy elmennék egyébként. Várjunk csak ott. Aha, létre közt. Oké. Okay. Most el kéne kapnom, vagy nem tudom? Gondolom, de... Mindegy, szerencsére ilyen nagy akciójeletek nincsenek, szóval gondolom, hogy nincsen időzítve az egész, majd odaérek, hogyha odaérek. Kisra az valószínűleg inkább bujócskázni szeret, mint fogócskázni, szóval talán... Talán jók leszünk. De jók leszek, vagy na, jó leszek. Az mi? De csak csillant, oké. Lefele, jó. Ide lent van valami? Nem? Eldugva semmi, semmi, mindegy, annyira kihagyhatatlan zicsen lépcső alá tenni valamit. Már megint itt vagyunk? Ja. Itt már voltam, nem? Ja, itt már voltam, oké. Akkor nem erre. Laura, stop! It's dangerous! Álljál már meg! Futás, futás, futás! Nyitva az ajtó. Maria? Did you see a little girl? Yeah, I tried to stop her, but... She went that way. We can still catch her. Akkor most megyünk a kórház felé, ugye, mert hogy odafut. Ja. Akkor gyorsan, tök egyenesen, mert miért ne? Tök egyenesen az nálam azt jelenti, hogy mindent megnézek, ami menet közben van. Például ezen az utcán is végig megyek, mert itt nem néztem még meg, hogy mi van a másik oldalon. Vagy igen? De te hülye vagyok, innen jöttem. Csak hogy menet közben, ugye? Ja, Moonlight Theater, oké. Nem tudom, megnéztem, megnéztem. Jó, oké. Akkor igazából semmi, akkor megyünk vissza és boldogok leszünk. Merre fele kell akkor most? Egyenesen? Balra le. Arra mi van fönt egyébként, azt nem is tudom. Tudom, kóvágok össze-vissza. De meg kell nézni. Nem. Zsák utca. Fuck. Volt egy sejtésem egyébként, de mondom, inkább megnézem. Jó. Akkor tényleg csak arra. Tényleg csak arra. Nem baj. Nem baj, nem baj. De legalább, hogyha már csináltak ilyen komplett utcákat, akkor legalább menet közben találnék benne egy-két dolgot. Ezt mondjuk nagyon-nagyon tudnám értékelni. Másik oldalhoz meg nem férek hozzá. De, igen, tökéletes. Oké. Legalább egy kis ammó nekem jó. Na most akkor tök egyenesen lefelé. Miért van az, hogy minden egyes Silent Hill epizódban az Isten verte kórház a legparább az összes közül? Miért? Nem, hazudok, a Silent Hill 1-ben valamiért a csatorna, amit nem tudom, hogy értek el. Mondjuk úgy, hogy nem működött igazából a rádió, na mindegy.
De ja, de teljesen borult a cucc. Autó. Nem így akartam, bocs. Nem. Nem is látok bent semmit az égvilágon, szóval valószínűleg ez fölösleges. Nem. Jó, oké. James, look. Hova? Hova? Ah, oké, tudjuk. Szóval akkor irány be a kórház. De a kórház? Gyerünk. Csak meg lesz a kis csajbakker. Is that a gun cabinet? Ja, ez így van. Yeah, but it's empty. Jó, tehát tényleg itt van igazából egy ilyen fegyver. Hát mondjuk nem tudom, hogy egy kórházban igazából mi a Radai Rosebnek kell fegyver, de... Nem baj, ha van. Oké, valaki elvitt egy puskát, kiváló. Az... Nem, semmi. Jó. Jó, menjünk be. Ott a porta, a smokingbe nem lehet bemenni. Gyerünk, oké. Biztos Isten, hogy itt a nőrszökre kelleni fog majd az istenverte izé. Pisztoly, meg shotgun, meg minden egyéb okosság, tehát én nem fogok szórakozni itt ilyenek, hogy fölpopozom őket. De tényleg. Na, az micsoda. Elveszed már? Köszi. The director requested the files of the three crucial patients. You know which ones. Could you please bring them to his office? Azt mondja, hogy az igazgató kérte mind a három kritikus páciensnek az aktáját. Tudod, melyikekről van szó? El tudnád vinni az irodájába? Biztosan el tudjuk, semmi akadály. Oké. Okay. Itt mi van? Semmi. És itt mi van? Looks like there is a key in there. Ja, csak nem tudom, 37-es kulcs, nem baj, majd akkor később. Én viszont akkor most úgy döntöttem, hogy mielőtt még összeszaratom magamat a lehető legjobb részével az egész játéknak várhatóan, megköszönöm nektek, hogy itt voltatok, továbbra is küldjetek egy lájkot, hogyha tetszett, iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek meg, és küldjetek a kommentet ezerrel, jó? Tehát beszélgessünk kicsikét a játékról, az eredetiről, változásokról, újdonságokról, kinek hogyan tetszik, akár a sorozat, akár a játék. Jó? Tumáljunk egy kicsikét, és következő alkalom is kattintsatok ide, legyen szép estétek, és sziasztok!